Népszerűek voltak a kukásautók a gyerekek körében, de aki nem akar beülni a kormány mögé, az is számos program közül választhatott szombaton a Kossuth téren. Volt kirakós és ügyességi játék, arcfestés és rajzverseny is. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 14. alkalommal rendezte meg a szelektív szombatot, amelyen különböző állomásokon gyűjthették a pontokat a vállalkozó kedvű játékosok. Évről évre egyre többen látogatnak ki erre a rendezvényre. Ez egy ilyen játékos családi nap, ami azért annyira nem játék teljes egészében, mert ugye arra próbáljuk tanítani, nevelni az embereket, hogy a szelektív hulladékgyűjtést hogyan kell végezni a mindennapokban. Ugye a cél az, hogy minél több gyereket szólítsunk meg, alkalmanként egy-egy ilyen rendezvényünkön 400-500 menetlevelet osztunk ki, tehát annyi család vesz részt egy ilyen vetélkedőn, egy ilyen családi napon. A fő cél az, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, ez áll a hulladék hierarchia csúcsán. A újrahasználat is jó dolog, de az második-harmadik lehetőség. Az a legjobb, ha egy hulladék nem keletkezik. A Vármegyei Közgyűlés és a Hulladék Gazdálkodási Társulás elnöke úgy véli, fontos, hogy minél kisebb korban elkezdődjön a gyerekek környezettudatosságra nevelése. Ennek a napnak a segítségével azt reméljük, hogy még inkább népszerűsíteni tudjuk azt, hogy a hulladék az hulladék, nem pedig szemét, ami tovább feldolgozható, anyagában hasznosítható, nyersanyag nyerhető ki belőle, és végül, de nem utolsó sorban kevésbé terheljük a környezetünket. Ezek nagyon fontos célok, ez a nap is azt a célt szolgálja, és látom, hogy rengeteg gyerek van itt, fiatalok vannak itt, és a legjobb korcsoport, a legjobb célközönség az a gyerek korosztály, akikkel ezt a etoszt, ezt a küldetést el tudjuk fogadtatni, vagy meg tudjuk velük szeretetni, sőt természetesen tudjuk számukra tenni, hogy milyen az, hogyha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, milyen, hogyha nem szemetelünk, nem károsítjuk a környezetünket. Ezt a célt szolgálja ez a nap, és hát nem mellesleg nagyon jó kikapcsolódási lehetőség családok számára itt a Kossuth téren már több mint 10 éve. A szelektív szombaton a játékok és a versenyek mellett koncertek is színesítették a programot.